Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... DK alelnöke Varjú László, a Költségvetési Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Beszéljünk a költségvetésről, beszéljünk a DK-ról, és könnyen ide talált? Hát kisebb nehézségeket le kellett küzdenem, de a fontos az, hogy akkor jó helyet találtak, és akkor a működésnek pedig semmi akadálya nincsen. Hajrá! Köszönöm szépen, bízunk benne, hogy most, hogy a zsidó negyedet kibővítettük a 6. kerület szélével, közel a hősök kereteket terén. Mindig tágítani. Így van, senki nem mondhatja, hogy a zsidóság össze megy, mi inkább szélesedünk, mármint így területileg. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Túl vannak az előválasztásokon, és van már egy miniszterelnök jelöltjük is. Én figyelem a nagy politikát, és akarom, nem akarom, mint ahogy korábban francia salátának neveztem, viccesen, de teljesen komolyan, mert a francia saláta is 6 alapból áll össze. De hát valamit látok, hogy tényleg kint felejtették a frigóból a dolgokat, hisz ha nézem a miniszterelnök jelöltet, aki már nem jelölt, hanem már csak az kell, hogy győzzenek, és majd eldöntik, hogy ő lesz, vagy nem lesz. Akkor, amikor külföldi televízióknak, tehát a nem hazai médiának nyilatkozik, akkor lehet, hogy még nem nézte át, vagy nincs is még kormányzati programjuk. A Momentum már készített valamit, az LMP-nek megvan a zöld programja. A nyilatkozataiból nem úgy tűnik, hogy van egy komplett program. Hol tartunk ezzel? Egy dolgot hadd tegyek azért hozzá kezdésként, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mintegy 850 ezer állampolgár még ugyanúgy érdeklődik önhöz hasonlóan a nagy politika irán. Egy állampolgárnak nagyon fontos, hogy mi történik a hazájában. Abszolút. És mivel minden lényegében nagyon sok kérdés érinti a közvetlenül is, közvetve meg minden, ezért nagyon fontos, hogy ennyien eljöttek az előválasztásra. Azt hiszem, ezek a választópolgárok, és Magyarország a legnagyobb nyertese ennek, hiszen kiválasztásra került az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter személyében, és 106 választókerületnek az ellenzéki közös. És kiderült, hogy a legnagyobb ellenzéki párt az a DK, mert ez is kiderült. Ezt is hozzátehetem, köszönöm szépen. 32 választókerületben kapott felhatalmazást a Demokratikus Koalíció jelöltje, ennyien nyertek az adott választókerületekben, és én is nagyon büszke vagyok rá, hogy Újpesten erre kaptam felhatalmazást a pártoktól, szavazóktól. Újpesten több mint 10 000-en jöttek el szavazni, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból negyedik is, hogy... Negyedik kerületről beszélünk. Igen, ott egy kicsit bonyolultabb az összetétel, mert egy kicsit 13. Angyalföld is egy része oda tartozik, és így összességében véve ezt a felhatalmazást megkaptuk, és bízom abban, hogy sikeresen szerepelünk a jövő évi áprilisi, remélt áprilisi országos választáson. De hogy mi az, amivel indulunk ezen a választáson, és milyen tartalmi elemek kapcsolódnak ehhez? Itt az előválasztás előtt elindult egy programalkotó munka a 6 párt keretében. Közös alapnéven vannak dolgok, amiben már sikerült megállapodni, de további lépéseket kell tenni. És gyakorlatilag arra vártunk, hogyha, mivel ez nyilvánosság elé került a közösalap.hu oldal címen, ehhez és mondjuk úgy, hogy csatlakozik a megválasztott, előválasztáson kiválasztott miniszterelnök jelölt, vele közösen kerül véglegesítésre, és most az előválasztás lezárultával, most ez a folyamat kezdődött el. Közösen fogunk ezen dolgozni, azt gondolom, hogy egy néhány hét, hónap ebben az évben végére jutunk annak, hogy a közben beérkezett több ezernyi javaslat, a kiinduló pont és a javaslatok, és a miniszterelnök jelöltünk elképzelései közösen egymásra találnak. A DK átadott egy csomagot Márki-Zay Péternek, amit állítólag a kormánypártok adtak át önöknek. Jelen pillanatban ez nem egy bulvártelevízió, mi hírekkel foglalkozunk.
nem ez a fontos, hogy ki adta át és hogy adta át, végül is ez Márki-Zay Péternél landolt. Na most ő ezt közé is tette, de hát eléggé férc munkák. Feltételezhető ezt, hogy ezt komoly előkészítéssel valaki készítette? A tény, ami tény, hogy az egyik önkormányzati képviselőnk kapott ilyet. Mi attól függetlenül, hogy most milyen a megítélésünk egy ilyen anyag összeállításáról, mi odaadtuk Péternek, ő tegye el, tegyen vele, amit gondol, mi ezt nem kívánjuk senki ellen, pláne őn ellen nem használni. Ha jól értem, illetve nem értem, ezért kérdezem, amit Márki-Zay Péter mond, azt kötelező tulajdonképpen, illetve azt magára vállalja az ellenzéki pártok többsége? Hát az nagy valószínűséggel, ugye, hogyha miniszterelnök jelölt, ő gondolatai, javaslatai, azok meghatározóak lehetnek egy ilyen együttműködésben, de mivel a hatpárti együttműködés és a programalkotás folyamatában vagyunk, azt gondolom, hogy kölcsönösen úgy gondoljuk, hogy javaslatokat tudunk megfogalmazni. Például a Demokratikus Koalíció a svájci indexálás bevezetésével, illetve újra bevezetésével, a vegyes indexálás bevezetésével, a nyugdíjak tekintetében, hiszen rendkívüli módon leszakadtak, hogy ez például egy fontos ügy. De ezt még meg kell vitatnunk, lehet, hogy ebben lesz nézeteltés, de hát éppen azért vagyunk, hogy ezt a következő hetekben ezt a vitát lefolytassuk. Ön egy tanult ember, és hogyha ott kezdem, hogy angyali üdvözlet és hír, és az Ácsnak és Máriának fia született, akit akkor még Jósuának hívtak, később Jézusként említi a Biblia őt, megállapította az önök miniszterelnök jelöltje, hogy ő egy baloldali volt. Ez több helyen kiverte a biztosítékot. Hogy lehet azt mondani egy több millió hívő megsérteni ezzel? Hát én semmi. Vagy bekategorizálni, hogy jobboldali vagy baloldali volt. Nagyon sok embernek itt egy szent emberről beszélünk. Én azt hiszem, hogy szimbolikusan azt a képet jeleníti meg. Az, ami a baloldal számára fontos, hogy az emberekkel, az elesettekkel, a hátrányban lévőkkel, a nélkülözőkkel foglalkozni kell, és ez a baloldal számára, a Demokratikus Koalíció számára is fontos. Igen, a cselekedetei, amennyit én ismerek az Új Szövetségből, az ilyen, de amikor még Ószövetséginek vallotta magát, akkor is ilyen volt. Tehát ezt én értem, csak hát hogy lehet ezt bekategorizálni, és azt mondani, hogy egy baloldali. Szerintem továbbra is azt gondolom, hogy érdemes ezt ilyen szimbolikusan érteni. Különösen egy olyan világban, ahol a pápai üzenetekkel nem foglalkozó, sok tekintetben azt elutasító, politikailag arra reflektáló Fidesz, aki másik oldalról pedig ugye nagyon az egyházakat támogató szervezetként, vagy kormánypártként, állampártként tűnik fel, eközben pedig hát nem csak sértegeti, vagy nem csak elutasítja, amit mond, még sértegeti is egyébként az egyház főt. Önnek lehet, hogy igaza van, de előtte volt 70 esztendő, amikor nem támogatták az egyházakat, sőt, tönkretették, meg börtönbe vetették az egyház követő embereket, ezt azért ne felejtsük el. Kétségtelenül így van, hogy 73-ban diszidáltam azért, mert két egyházi intézmény növendéke voltam. Kétségtelenül volt ilyen, de a Demokratikus Koalíció a 10 éves évfordulóját ünnepelte a múlt hétvégén, október 22-én. Utólag is mázottam. De így. Tehát mindenért mi nem tudunk felelősséget vállalni, bár a Fidesz idénként törekszik arra, hogy mindenért mi vagyunk a felelősség. Tíz évi fennállás követően hogy vannak felkészülve egy esetleges kormányzásra? Mennyire tudnak outsiderek ebbe beleszólni? Vagy önöknek, mind ahogy a Momentum már az elején megírta a kis dolgozatát, vagy mind az LMP a zöld programját, ezt mikor kezdik összefésülni, és mi lesz ebbe az, ami az önök 10 éves születésnapjának a gyümölcse? A Demokratikus Koalíció rendelkezik egy Sokak Magyarországa nevű című programunkkal, amely
évekkel ezelőtt készült ugyan a napi aktualizálása ebből a szempontból, az új politikai helyzethez alakítva szükséges, de az alaptételeink azok természetesen igazak. Mint ahogy az előbb említettem, ebben szerepel a nyugdíjasok ügyével való különös foglalkozás, de gyakorlatilag de nagyon sok minden van benne. De a most annyi helyzetre tekintettel, az előválasztás során is a jelöltünk Dobrev Klára nem azt hangsúlyozta, hogy nekünk van programunk, amit ide bele akarunk tenni, hanem azt a korábban említettet, hogy már pedig a hat párt közös megállapodása, amik közös programunk, és azt szeretnénk elvégezni, megcsinálni, és ezt a programot kell véglegesíteni. Kiinduló pontként biztos, hogy elsősorban azokkal a tételekkel kell foglalkozni, ami az emberek napi problémáit jelenti. Ma ránk szakadt ugye, ma és az elmúlt heteket nyugodtan lehet említeni. Természetesen tudom, hogy a nemzetközi folyamatokat figyelembéve, de most már azzal, hogy 500 forint felett van minden üzemanyag ár, ami begyűrűzik gyakorlatilag minden szolgáltatásba, termékbe, és ilyen módon az inflációt folyamatosan gerjeszti, és ez azt jelenti, hogy egyre drágább lesz az élet, hát ez bizony nagyon nagy kihívás lesz nagyon sok embernek. Az ellenzéki pártok az előválasztásokon is sok mindent ígértek. Lesz annyi ön egy szakember téren, hisz a Költségvetési Bizottság elnöke. Honnét lesz ennyi pénz? Mindenképpen elgondolkodtató az, hogy mit csinál a Fidesz jelenleg. A kormánypártok úgy viselkednek, mintha lényegében az utolsó napokat, hát akkor még utolsó este még mindent meg lehet engedni, és minden pénzt el lehet költeni. Itt az utóbbi hetekben ugye még azt is megtették, hogy jelentős hitelfelvételt csináltak, és a hitelfelvételből származó pénzt is el akarják költeni. És ki akarják osztani, minden bármire felhasználni. Erre a fedezet az Európai Uniótól érkező pénz, mert ők el akarják. De nincs arra fedezet, mert nem tudtak velük megállapodni. Ekközben pedig Magyarországot ez meg fog érkezni. Ugye ehhez azt hiszem egy új kormány kell ahhoz, hogy ez a történet, ez Magyarország kerülhessen abba az állapotba, hogy felhasználhatja ezeket a forrásokat. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Varjú László, a DK alelnöke volt stúdiónk vendége, mielőbb visszavárjuk. Köszönöm szépen. És az előzetesek után következik Szabó György, a Mazsök elnöke, akivel Hayé Sarráról, a heti szakaszról, meg a világ problémáiról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!